A pécsi ítélőtábla helyben hagyta a szekszárdi helyi, illetve területi választási bizottság döntését, miszerint két egyéni választókerületben semmisítsék meg a választás eredményeit. Az indoklás szerint a két képviselőjelölt több szavazókörben a választások napján megjelent a szavazóhelyiségben, ezt azonban a törvény szigorúan tiltja. Az eljárási szabályok pontosan meghatározzák, hogy ki jelenhet meg, ki lehet jelen a szavazóhelyiségben, a szavazatszámláló bizottság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, hogyha van, akkor a média képviselője, illetve hogyha ilyen jelen van, akkor a nemzetközi megfigyelő, illetve a választópolgár is addig az időpontig, amíg a választási jogát gyakorolja. Más személy nem jelenhet meg. Ezt a szabályt szedték meg a képviselőjelöltek azzal, hogy reggelit és ebédet vittek az őket jelölő delegátaknak. Így új voksonást tartanak, melynek időpontja november 10-e. A polgármester választással kapcsolatban a szekszárdi területi választási bizottság elutasította azt a kérelmet, ami a polgármesterre leadott szavazatok megsemmisítésére irányul. Erről a bírósági felülvizsgálati kérelemről is hozott döntést a pécsi ítélőtábla. Az ítélőtábla helyben hagyta a területi, illetve a választási bizottságok határozatát. Az ítélőtábla határozatában arra tért ki, hogy megvizsgálta a polgármesterjelölt kommunikációs gyakorlatát, a Facebook bejegyzéseket, és azt állapította meg, hogy nem történt olyan jogsértés, amely indokolná a választási eredmény megsemmisítését. A pécsi ítélőtábla döntése végleges, így a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. Ezt a választási eljárásról szóló törvény írja elő.